Szeretettel üdvözlök benneteket, Domonkos Zsolt vagyok, és ez a Weider Professional Fitness Trainer YouTube csatornája. Mint ahogy megszokhattátok tőlünk, ismét egy oktató videóval jelentkezünk. Egy talán szerintem érdekes téma lehet, mégpedig a folyatékfogyasztásnak a fontossága, a szükségszerűsége, és ezen belül pedig, hogy ki mit fogyaszt, milyen folyadékkal próbáljuk meg a saját kis létünket fenntartani edzés közben is, illetve a mindennapjainkban. Hát kezdjük talán egy picit a szakmaiasabb részével, nehogy elunjátok a témát. Ugye tudjuk, hogy a jó folyadék ellátottságunk, ezt már talán számtalanszor hallottátok a különböző médiumokon keresztül, ugye a hidratáltságod, tehát a jó folyadékkal ellátott szervezeted, az mindent befolyásol. Minden célodra hatással van, tehát akárha fogyni akarsz, akárha izmosodni akarsz, akárha egészséges akarsz lenni, mindenképpen megfelelő folyadékot kell bevinni. Eddig szólt az unalmas témám körülbelül, amit szerintem már valóban mindenhol hallhattál, minden rádió műsoron és minden tévéműsorban is. Tény, hogy ezt tartanod kell. Tény az is, hogy különböző emberek vagyunk, és különbözőképpen élünk, különböző edzettségi szinten élünk. Nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy te mennyi folyadékkal tudsz jól tréningezni, milyen szinten, milyen folyadék szinten tudod az teljesítményet javítani, vagy legalábbis fenntartani. Függ a korodtól, nemettől, egészségi állapotodtól, edzettségettől, a levegő hőmérsékletétől, az edzőterem hőmérsékletétől, milyen szinten, milyen intenzitással tréningezel, milyen kalóriát fogyasztasz napi szinten? Eszel-e fűszerezett vagy túlfűszerezett ételt, amivel sok a sótartalom? Fogyasztasz-e koffeint? Nincs-e esetleg egy lázad, vagy nem használsz olyan zsírégetőket, vagy esetleg gyógyszereket, ami termogenikus hatású, esetleg több folyadékkal próbálja a szervezeted megoldani, mondhatni a zsírégetés mechanizmusát. Tehát ez mind-mind befolyásolja. Az én tanácsom talán az lehetne, hogy egy átlag ember és egy átlag sportolónak a folyadékfogyasztása az körülbelül 20 kg-onként 1 liter legalább meg kellene, hogy legyen. Ez jól hangzik, ugye? Tehát én azt mondom, hogy 60 kiló vagyok, nem annyi vagyok, ne jegy meg, még nem fogytam ennyit. Tehát ha 60 kiló vagyok, akkor 3 liter víznek meg kell legyen. Egy picit, ha sportolsz, ha intenzíven sportolsz, akkor e fölé kell kalkuláljál legalább az edzés napjaidon. Azért mondtam, hogy ez jól hangzik, mert ez nem mindig igaz. Ha egy túlsúlyos emberrel dolgozol, túlsúlyos embert akarsz lefogyasztani, vagy vele tréningezel, te mint edző esetleg, tegyük fel a te embered 150 kiló, 160 kiló. Egész biztosan nem fogod tudni azt mondani, hogy 8 liter folyadékot fogyasszon napi szinten. Tehát itt azért megdől az állítás. Nagyon sokan a folyadékfogyasztást a kalória mennyiséghez, a kalória bevitelhez igazítják. Tehát ha naponta te 3000 kalóriás diétát is össze neki, akkor legalább a 3 liter plusz a sporttevékenységhez kalkulált folyadék mennyiségét kell oda tedd, az még legalább egy liter egy férfi esetében. Jó? Tehát legalább ilyen körülbelüli viszonyszámokat kell, hogy belőj, de a 2 liter biztos, hogy nem elegendő. Tudjuk azt is, hogy fontos a folyadék, de milyen folyadékra van szükségünk? Na itt a mai témánknak a lényege, egy picit, hogy más irányban próbáljam eltolni ezt a fajta oktató videót, hogy mégse legyünk mindig annyira komolyak. Mit láttok az edzőtermekbe? Milyen folyadékot fogyasztanak az átlag emberek? Mert ugye azt hallják csak, hogy kell a folyadék. Kell neked a folyadék? Igen, valóban kell neked a folyadék, de ők csak ennyit hallanak. Így áll. Így áll mindenképpen bármi a célod. Ha edzesz, mindenképpen így áll. Ha fogyni akarsz, mindenképpen így áll. De a további információt ő már nem hallja meg. Lejön és hoz valami italt magával. Erről szerintem ti is tudtok majd egy-két kommentet írni nekem a YouTube csatorna oldalán. A lényeg. Én amiket látok, azt elmondom nektek, és a többit ti meg majd kommentáljátok. Itt láthatok egy repertoált. Jó? Tehát ezekkel én, amivel rendszeresen találkozom az edzéseken, a jó részével kevésbé. A mindennapos rendszerességgel fogyasztott folyadék, amiket látok, mondjuk én több stúdióba járok különböző apropóból, akár oktatni, akár saját magamnak a szórakoztatására, hogy úgy mondjam, hát a number van, az még mindig a kóla. Srácok, a Coca-Cola vagy Pepsi-Cola, nem akarok ennyire részrehajló lenni, az minden nap 4-5 embert látok az edzőtermekben kólás üveggel sétálni. Nem értem az apropóját egyébként, eleve a szénsav miatt sem értem. Talán azzal tudnám magyarázni a kóla fogyasztását edzés közben, mondjuk mi egy plázában vagyunk jelen pillanatban az edzőterembe, lejönnek az ételudvarból egy jó ízű ebéd után, megmaradt a kólám, azt behozom az edzőterembe meginni. Vagy felhozom az autóból, ami ott héderezett a kis közép konzolon, és befejezem még, hát nem dobom ki a kólát, ugye nem hagyom ott melegedni, edzés közben ez még egy tök jó ital lesz. Ugye sejtjük, hogy ez nem annyira jó ötlet. Ugye szénsavas italt inni, edzés közben inni, jó erőseket böfögni az edzés közben, ráadásul nem is a legegészségesebb fajta verziója az italfogyasztásunknak.
talán vetekszik a kólával, a Red Bull. Legalább ennyi embert látok Red Bull-al sétálni. Ez az edzőterem tulajdonosoknak a rémálma, amikor ilyen, hogy úgy mondjam, konzervdobozt hoztok be az edzőterembe, amit nem lehet visszacsavarni. Egészen biztos, hogy az emberek 90%-a valahova oda fogja borítani a drága szőnyegre, amit biztos, hogy nem lehet kitakarítani. Nyilván az edzőterem tulajdonosa jó esetben is magasan szarik arra, hogy veled mi történik az esetben, hogy te hülyeségeket iszol edzés közben, de biztos, hogy nem az edzés közben ajánlott italnak a legjobb verziója a jelen bemutatott energiaital sem, koffeintől függetlenül. Jó, tehát ez a kettő a number van, amiket mindig látunk az edzőteremben. Hát ez egy ilyen, nem találtam békeberit, sajnos, ez egy mána szörp. Bármennyire megdöbbentő, csatos üvegeset én már nem találtam a Spárba, a Tescóba, itt-ottam, hogy csak ezeket a csavarosokat, és igen, valóban ilyenekkel is látok embereket sétálni, megtöltik málna szörppel az üvegüket, felöntik, jó esetben nem szódával öntik fel, hanem sima vízzel. Hoztam azért bemutatóba egy ilyen, hát talán egy ilyen békeberinek tűnő szódás üveget, egy szódás szifont, amit egy picit ha nosztalgiázhatom a számotokra, akkor az én időmben, hogy úgy mondjam, bezzeg az én időmben, hogy szokták az idős emberek mondani, tehát ez egy 30-32 évvel ezelőtti időszak, amikor én először Budapesten kezdtem tréningezni, én ugyanis vidéki versenyző voltam, katonaság alatt kezdtem el Budapesten tréningezni. Volt egy nagyon jó kis stúdió, igazi hardcore, hát annak idején csak hardcore stúdiók voltak. Na ott ilyen volt az energiaital. Málna szörp a szódával. Műanyag pohár, természetesen. Amikor megittad a málna szörpöt, kifizetted a cash-t érte az edzőterem tulajdonosának, hogy ittál egy jó kis energiaitalt, 2 forinttal olcsóbb volt, hogyha magadnak elmostad a műanyag poharat. Tehát ez még, mi még elfogadtuk ezt, mi még mindenre vevők voltunk, mindent elhittünk. Jó, tehát ez sem a legjobb folyadékpótlásra alkalmas eszközünk. Mondom még, illetve mutatom még, hogy mi az, amikkel operálunk edzés közben. Befőtt. Kikinek a saját ízlésének megfelelő verzió. Én most hoztam egy megybefőttet, illetve egy őszi barack befőttet. Kiváló ízű egyébként, alig-alig cukrozott, olyan 70-80%-nyi cukor van benne. Hát konkrétan, ha ettől nem lesz a cukorbeteg, akkor semmitől, hogy hogyan gondolják az emberek, hogy az edzés közben hol iszom, hol eszem azt a bizonyos cukrozott gyümölcsöt, azt el nem tudom képzelni, srácok. Tehát, de ilyeneket is látok. A rostos üdítő sem a legjobb megoldás egyébként, de ezt is napi rendszerességgel látom, hogy valaki hol barackízű rostos üdítővel, hol pedig narancsgyúzzal sétálgat az edzőterembe, mondvá, hogy ezt kapta a Coop-ba, a jelenlegi Coop áruházba, és ez mennyire bravó, bravó, mert mégis ugye gyümölcsízű, legalábbis azt hinnénk, hogy gyümölcs italt iszunk, de semmi köze a gyümölcshöz. Ez a kis furcsa, meghatározhatatlan külsejű dolog itt a befőttes üvegbe, bármennyire is hihetetlen, ez nem egy vizelet minta, ez húsleves. Mert hogy ilyent is látok. Hála Isten, nem túl sűrűn. A húsleves fogyasztása szerintem egy ilyen beragadt, szakmailag próbáltunk tájékozódni információs csatornákból, és valaki hallotta a terápiás húslevest. Terápiás húsleves, srácok, nem edzés közben kell inni, ad egy. A terápiás húsleves arra jó, hogy a bélflórádat próbáld meg helyrehozni, picit reparálni, hogy úgy mondjam. Nagyon jót tesz egyébként a bélbaktériumoknak, de az nem egy tésztás húsleves, nem húsgombócokkal, nem grízgaluskával, nem különböző zöldségekkel beáztatva, túlfűszerezve. Én szerintem itt, hogy úgy mondjam, a főhősünk, aki az edzőteremben próbálja mindennapjait eltölteni edzés időben, és felhozta mondjuk a kis háti zsákjából, vagy az öltöző szekrényéből a húslevest, amit anyuci nagy lelkesedéssel és jó szívvel megcsinált neki. Drága fiam vagy drága lányom, a hétvégén lefőztem a húslevesedet, legyen neked is otthonra. Na, ő ezt komolyan vette, vér komolyan vette, és hallotta a terápiás húsleves kifejezést, összekötöttük a kellemest a hasznossal, edzőteremben eszünk egy tésztás, vagy májgombócos, vagy grizgaluskás húslevest. Jó, tehát egyik sem a legjobb megoldás. Nagyon fontos, srácok, a folyadékpótlás mellett,
hogy amennyiben ásványi sót vesztünk, már pedig vesztünk, akkor próbáljuk pótolni. Mint mondtam, sportáktól függő is az, hogy milyen fajta italokat fogyasztunk. Ha állóképességi sportot űzöl, akkor is másfajta italt érdemes fogyasztanod. Ha fitness testépítő sportoló vagy, akkor is mást. Egy átlag sportoló, vagy egy fitness sportoló, testépítő sportoló, akár egy ásványvízzel is beérheti, abban az esetben, hogyha van egy normál, magas szintű ásványi só bevitele, és nyilván hozzá egy vitamin bevitel is. Nyilván ennél jobb, hogyha fogyasztunk izotóniás italokat, aminek meghatározott mennyiségben kell, hogy szénhidrát tartalma azért legyen, tehát 4-8% közötti, illetve elektrolitokat tartalmazzon. Nem csak ilyen típusú sportitalokat ismerünk, mert a más sportág a képviselői esetleg másfajta italt igényelnek edzés közben. Hipotóniás és hipertóniás italokat is ismerünk. Az egyik verzió 4% alatti szénhidráttal dolgozik, mondhatni a szervezetedbe, a másik pedig igazából állóképességi sportolóknak ajánlott, ők 8% fölötti szénhidráttal dolgoznak, legjobban mondhatni, legjobb állóképességi teljesítménnyel, mert ezáltal fel tudják tölteni folyamatosan a glikogén raktáraikat, amiket elhasznál a szervezetük. Tehát ezekre a verzió, hogy úgy mondjam, ha nem is ásványvízzel dolgozunk, kiváló megoldás mondjuk egy fitness és testépítő sportolónak, egy erőemelőnek, egy labdajátékosnak, egy küzdő sportolónak, nagyon sok sportág képviselőnek egy BCA ital akár, mutatom nektek, tehát egy BCA ital, egyébként a Doktorvit termékeihez nyilván kötődünk, úgyhogy ezeknek a termékcsaládoknak, ennek a termékcsaládnak a termékét mutatom be most így a blokknak a bizonyos részében. Tehát a BCA, izoleucin, leucin, valin megfelelő arányba, ezt hogyha használod, akkor gátolod a katabolizmust a szervezetedbe, tehát nincsen izomleépülésed, és emellett javítod a teljesítményedet. Lehetőleg cukormentes verziót válasz, akkor nem bontod meg a szervezeted harmóniáját edzés közben, nem töltöd fel újra glikogén raktárakat, és simán tudsz tovább fogyni is az edzés közben is. A másik verzió, hogyha mondjuk egy állóképességi sportot űzöl, akkor magasabb szénhidráttal dolgozol, tehát mint mondtam, feltöltjük közbe-közbe időszakonként a glikogén raktárakat, akkor pedig, amit tudok javasolni, az Izomax készítményünket, ami valóban egy magasabb szénhidrát tartalmú italpor. Jó, tehát bármelyiket használod, adott sportágba ki tudod választani magadnak megfelelőt. Remélem, hogy nem maradtatok le semmiről, remélem, hogy mindenre odafigyeltetek. Ezeket a verziókat próbáljátok meg kerülni, vagy használjatok egy ásványvizet, amihez nyilván vitaminokat, ásványisókat érdemes majd napi szinten alkalmaznatok, vagy egy jó típusú BCA-t, illetve hogy állóképességi sportot üztök, akkor más sportitalokat. Köszönöm a figyelmeteket, jó sportolást, jó egészséget kívánok, és amennyiben tetszett a videó, akkor kövessétek a YouTube csatornánkat. Köszönöm szépen, szervusztok!